A tekedőn nézzük itt az új HP Slate 8 Pro, valami az első 8 incses készülék itt a HP-nak, ami azt jelenti, hogy a 7 és a 10-es között igazából most egy nagyon szép kis készüléket találtunk, ami ahogy látjátok nem csak egy microSD-vel tud működni, hanem akár egy SIM kártyóolvasóval is. Van egy hangerőszabályozónk, és nem csak egy kamera van benne, hanem még egy lámpa is hozzá, ami persze majd még jobb képeket fog meglehetősíteni nekünk. Kettő hangszórót az alján találjuk, a felgató kimenetet is, meg az USB-t, meg a HDMI-t is, és az USB-n fel is tudjuk majd tölteni. HDMI meg persze majd a TV-hez kell, hogyha ki akarjuk adni a képet. Van egy kis backup gomb a tetején, egy mikrofon is, és igazából ennyi is itt a készléknek a hardware-jéről, hogyha itt igazából leállítom röviden és bekapcsolom, akkor meg tudom mutatni, hogy nagyon szépen gyorsan működik is itt, kellemesen lehet itt jobbra-balra menni, mondjuk be tudom menni nézni a webre, kinyitom itt a billentyűzetet, és tényleg jó gyorsan viszi itt a készlék mindent, amit csinálunk vele, kellemes használni a 8 incses készüléknél, sajnos egy kicsit nagy itt a széle, főleg a tetején meg az alján, szerintem nyugodtan ki lehetett volna belőle hagyni egy kicsit, a teljes képernyő méretet nem tudjuk, vagy a képernyő méretet ki tudjuk használni szépen, de azért a készlék szerintem még maradhat volna kicsit kisebb, főleg hogyha összehasonlítjuk egy Extreme 7-eshez, itt például látjuk azért, hogy van némi különbség méretben. Sok minden más nem is tudom már bemutatni, majd mindjárt még a kamerát bemutatom, ami az elején is van persze. Itt még nagyon lassan a Wi-Fi-n be is tölteni pár dolgot, de sajnos a Wi-Fi itt a HP Discovery Barcelonában relatíve lassú. Különben, hogyha kikeresem a kamera applikációt, akkor még bemutatom röviden, hogy a hátsó kamera az nagyon szép, éles, nem olyan élethűk talán a színek, de amúgy ja, elég gyorsan reagál, úgyhogy ez kellemes. Itt még ki tudom valahol választani az első kamerát is, igen, itt. És hogy látjuk az első kameráját, az felismer az arcomat is, persze az a hátsós megtenni csak éppen nem volt, de ez is csak olyan végé a felbontás, úgyhogy relatíve életlen, de még teljesen tűrhető, egyszerű fotókat csinálni. Ez az a HP Slate 8 bemutató videója, köszönöm, hogy néztetek, nevem Gábor Lázs, a HP Discovery 2013-ról, köszönöm, hogy néztetek, és legközelebbig.